Jóit figyeljék, mondhatnám, de inkább azt ajánlom, hogy le ne vegyék szemüket világbajnok biliárdosunk kezeiről. Földes Vilmos 6 évesen még alig érte föl az asztalt, de már szemmagasságból alaposan megfigyelette a golyók mozgását. 7 évvel később ugyanis már bejátszotta magát a Guinness rekorderek közé. Ha középen lököm meg a fejéret, akkor találat után meg tudom állítani a célgolyónak a helyén. Hogyha a fehér golyónak az alját lövöm meg, akkor visszafele fog jönni a találat után. Hogyha pedig a fehér golyónak a tetejét, akkor pedig utána fog menni. Egy magabiztos kéz, tökéletesen kivitelezett lökőmozdulat és kötélidegek. Nos, dákóval is lehet hetet ütni egy csapásra. Golyósorfalat ugratni itt a zöld posztós asztalon. A recept egyszerű, mindössze napi 5 órát kell gyakorolni, de az 10 éven keresztül. Kell hozzá kreativitás, golyóérzék, kézügyesség, és mindenféleképpen kell hozzá nagyon sok edzés. Földes Vilmos Magyarország első biliárd világbajnoka. A pécsi fiatalember 5 évvel ezelőtt a 9-es púljátékban szerezte meg a junior BB címet. A hollandiai kvalifikációs tornagyőzteseként került a 32-es táblára, ahol az első meccsét elveszítette, így vigaszágra került. Itt azonban mind a 7 mérkőzését megnyerte, így jövő lett az aranyérem. Megszoktam, hogy idősebbekkel játszok, igazából Lámpaláz már annyi idősen már nem volt, tehát akkor már körülbelül 5 éve versenyeztem. Ők még mindig izgultak ellenem, nekik rossz volt kikapni egy náluk jóval fiatalabb srácztól. Vili 6 évesen apukája sörözőjében fogott először dákót a kezébe. Pár év múlva a környék menőjét szinte csukott szemmel verte. 13 évesen pedig Guinness rekorder lett, amikor felnőtt kategóriában megnyerte az országos bajnokságot. A vendéglőben járó embereket megverte, csak abból tűnt úgy ki, hogy lehet belőle valami. Hogy aztán, hogy mi, az később már sok edzésnek a munkája gyakorlatilag. Világbajnok rekorderünk imád Pécs belvárosában csavarogni barátjával. Ritkán teheti, ugyanis jelenleg egy osztrák biliárdklub profi sportolója. Minden hétvégén Ausztriában versenyez, már igazi sztárnak számított. Ausztriában egy bevásárlóközpontban sétáltam, és oda jött egy számomra ismeretlen srác, és a világbajnokság után csak annyit mondott, hogy gratulálok, láttalak a tévében, tehát magyarul, Ausztriában, úgyhogy igazából kicsit meglepett, jó érzés volt. Vili alig múlt 20, de már a zöld asztal királyai közé tartozik. Egy internetes szavazás alapján a rajongók őt tartják a világ legjobb játékosának. Az elefántcsontgolyók mágusa most már 2-3 millió dollár özdíjazású versenyeken indul, főleg a tengeren túlra jár pénzt keresni. Las Vegasban voltam tavaly egy ilyen meghívásos versenyem, ennek az International Pool Tournak a versenyén, és ott a legjobb 50 közé kerülve 10.000 dollárt kaptam. Vilmos minden vágya az, hogy felnőtt világbajnok legyen. Ennek érdekében továbbra is marad a napi 5 órai edzés, még ki tudja hány éven keresztül. Rendkívüli